Be politikával folytatjuk a ma estét. Külföldi szakértők befolyása alatt állt már Péter a kampányban, különösen az ukrajnai háborúval kapcsolatban erre hívta fel a figyelmet a magyar nemzet. A tavaszi választási kudarc után a baloldali összefogás több résztvevője is arról értekezett, hogy a vereséghez nagyban hozzájárultak a háborúval kapcsolatos nyilatkozataik. Kata folytatja a témát. Köszönöm szépen a vendégem, pedig Szikra Levente, az Alapjogokért Központ elemzője. Beszélgetünk egy picit bővebben a témáról. Jó estét kívánok! Jó estét, kívánok. Kezdjük mindjárt ugye azzal, hogy a baloldalhoz külföldről érkezett pénzekről ugye indított a Magyar Nemzet egy cikksorozatot, aminek ugye most érkeztünk a befejező részéhez, ezt olvashatták az olvasók. A kérdés az, hogy milyen üzenete van annak, hogy most tulajdonképpen a baloldal mindent hárít. Hát alapvetően két problémát lehet itt azonosítani, egy jogi és egy politikai problémát. A jogi probléma értelemszerűen az, hogy külföldről nem lehet pártfinanszírozást folytatni, és itt a, tulajdonképpen az történt, hogy Márkézai Péternek az Egyesülete az kapott külföldről támogatást, hogy megkerüljék ezt a törvényes feltételt, és az Egyesület adta tovább a pártoknak a támogatást a kampányfinanszírozás formájában. Ez ugyanakkor szintén jogellenes, hiszen jogi személy, tehát Egyesület sem finanszírozhat pártokat. De a politikai a politikai probléma, az pedig egyfajta álszentségi probléma, hiszen Márkizai Péter egy korrupcióellenes jelszóval jelent meg a politikai porondon, és azt hirdette saját magáról, egy ilyen kék szalagot is viselt ennek szimbolizálására, hogy ő majd egy tisztességes politikát fog folytatni, és nem lesznek pénzügyi visszaélések. És ehhez képest az első országos kampányán már súlyos pénzügyi visszaélések merülnek fel, illetve még egy nagyon fontos probléma az, hogy vajon milyen feltételekért cserébe kapták ezeket a pénzeket ugye a külföldi támogatóktól, tehát az, hogy ők most ez mindezeket a kérdéseket hárítják, és nem kapunk sem egy tiszta elszámolás, sem pedig válaszokat arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen pénzekről van szó, milyen céllal, és mire költötték ezeket, ez azt mutatja, hogy rejtegetni valójuk van, azt mutatja, hogy láthatóan arra irányuló tevékenységet végeztek, hogy megkerüljék a kampányfinanszírozás és a pártfinanszírozás szabályait. Jogszerűnek látszó, de valójában jogellenes tevékenységet folytattak. Jó, akkor menjünk egy picit tovább, ugorjunk gyorsan. Ferencre, aki azt mondja, hogy ő erről mit sem tudott. Mennyire hihető ez? azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc megpróbálja most Márkizai Péterre hárítani a teljes felelősséget. Az, hogy ő miről tud és miről nem, azt persze innen nehéz megmondani, de az biztos, hogy a baloldal legfontosabb, legbefolyásosabb vezetője az Gyurcsány Ferenc. Ő az, aki a legnagyobb mértékben meghatározza a baloldalnak a politikáját, és ő megpróbálja a saját vezető szerepét azzal is fenntartani, hogy a felelősséget a miniszterelnök jelöltre, lista vezetőre, Márkizai Péterre hárítja, mert akkor neki nem kell válaszolni a kérdésekre. Jó, nézzük ezt egy másik oldalról. Ha ő tényleg nem tudott erről, akkor felmerül az a kérdés, hogy akkor ő nem tudott arról, hogy tulajdonképpen mi folyik a, a, a bal oldalon, a kampányban annak ellenére, hogy ő volt tulajdonképpen a baloldali kampánynak a vezető személyisége? Valóban az felvet kérdéseket, hogyha egy vezető politikus nem tud olyan fontos kérdésekről, különösen pénzügyi finanszírozási kérdésekről, amely az általa vezetett szövetségen belül zajlik. Ezért is látható az, hogy Júcsány Ferenc most megpróbál minden felelősséget Márkizai Péterre hárítani, hiszen különben neki kellene választ ezekre a felmerülő kérdésekre. Nyilvánvalóan arra fog hivatkozni, hogy ő nem volt formális vezetője annak az összefogásnak, hiszen ő csak az egyik résztvevő párt elnöke, még csak nem is volt listavezető. Ugyanakkor a tények azt mutatják, hogy a demokratikus koalíció a legfontosabb résztvevője ennek a baloldali összefogásnak, amely nagyon súlyos vereséget szenvedett április 3-án, és a Gyurcsány Ferenc, mint a DK elnöke egyértelműen a legfontosabb politikus a baloldalom. Azt azért zárójelben hozzátetjük, hogy ugye Gyurcsány Ferenc mellett volt még egy személy, Karácsony Gergely, aki szintén azt mondta, hogy ő erről Erről mit sem tudott. Na most a baloldal vezetői azt azért tudjuk, hogy többször, ráadásul különböző titkos fórumokon, csatornákon keresztül is folyamatosan egyeztettek. Tényleg valóban elképzelhető az, hogy egy-egy ilyen egyeztetésen nem kerül az szóba, hogy tulajdonképpen jön innen pénz, onnan pénz, meg még a harmadik helyről is, tehát hogy milyen helyekről jön pénz a kampányba. Azért is nehezen tartom ezt elképzelhetőnek, mert nyilvánvalóan minden pártelnöknek feladata, a felelőssége és persze célja is, hogy a kampánynak a költségeit előteremtse. Tehát ebből adódóan az, hogy pontosan miből vannak a plakátok, miből vannak a fizetett hirdetések, többi, miből vannak a kampányesemények, ezeket a dolgokat nyilvánvalóan egy pártelnök átlátja, át kell, hogy lássa. És ebből adódóan az ő felelősségük nem megkerülhető. Itt például van egy nagyon érdekes történet, ami még a baloldali kampányt jellemez, a Facebookon és más közösségi média felületeken láthattunk tőlük olyan hirdetéseket, amelyeket nem a pártok finanszíroztak, nem is a jelöltek, hanem ilyen fedő honlapok, amelyek valódi tevékenységet nem végeztek, ugyanakkor arra alkalmasak voltak, hogy a pártoknak a kiadásait leplezzék. Ez is egy vizsgálandó és érdekes kérdés. Ezt csak azért említem meg, mert egy újabb szempont, ami azt támasztja alá, hogy a baloldalnak a kampánya az több szempontból is átláthatatlan volt, és több szempontból is megkerülte a vonatkozó, Rendelkezéseket. Nos a külföldi tanácsadók tulajdonképpen akkor azt kijelenthetjük, hogy a választáson akármelyről nézzük ugye a baloldalnak a, a verességét okozták, ugye több szempontból is agályos a gályos bal a baloldalnak a külföldi függése, külföldi pénzen, külföldi érdekeket képviselnek, de miért? Na, ez, ez a főnyeremény kérdése. Azt gondolom, hogy Magyarországon nem sikerül megszerezniük a szavazóknak azt a támogatását, amely elegendő lenne ahhoz, hogy győzelmet arassanak. Ugye már sorozatban a negyedik országgyűlési választáson kaptak kétharmados vereséget, és nyilvánvalóan az ő reményeik arra vonatkoznak, hogy külföldi támogatással tudnak hatalmat szerezni Magyarországon. Persze ennek az ilyen támogatásnak meg szokták kérni az árát, és ezért merül fel az a kérdés, amiről már az elején is beszéltünk, hogy milyen kéréseket, milyen ö, igényeket fogalmaztak meg a külföldi támogatók, finanszírozók, amely adott esetben Magyarország nemzeti érdekeit sérti, vagy Magyarország szuverenitását ö, korlátozná. Tehát melyek azok a, azok a feladatok, amelyeket végrehajtottak volna ebből a támogatásból, hogyha hatalomra jutnak. Nyilvánvalóan ö, az, hogy a baloldal külföldről szeretne ö, támogatást szerezni, az annak is egyébként a beismerése, hogy önerőből képtelenek a magyar választópolgára magyarok többségének a bizalmát megszerezni. Na akkor még ide tartozik az a kérdés is, hogy akkor ebből kifőleg azért láthatjuk, hogy az összefogás az elbukott, és ugye mostanra láthatjuk, hogy, hogy hol tartanak, és ugye a mai ellenzék már tulajdonképpen a, a kormány kritikus választók sem veszik komolyan, ezt azért lehet mondani. Vajon visszafordítható még ez a folyamat? Azt gondolom, hogy a politikában bármi megtörténhet, tehát nyilvánvalóan ugye az ellenzéket eddig sem a külső körülmények akadályozták abban, hogy ők politikailag sikeresek, eredményesek legyenek, hanem a saját stratégiájuk és a saját alternatíva hiányuk, mert ugye nem kínáltak a magyar választópolgárok számára egy olyan alternatívát, egy olyan ajánlatot, amely vonzó tudott volna lenni tömegek számára, mondjuk a többség számára. Tehát alapvetően, hogyha képesek lesznek túllépni azokon a hibákon, amiket korábban elkövettek, akkor előfordulhat, hogy a támogatottságuk érdemben növekedni fog, ugyanakkor az elmúlt hetek, hónapok tevékenysége az azt mutatja, hogy nem vonták le azokat a következtetéseket a vereségből, amelyek szükségesek lettek volna politikai sikerhez, vagy a politikai túléléshez tulajdonképpen, hiszen a demokráciában alternatívák között választ a választópolgár, a jobb ajánlatot fogja elfogadni, tehát nekik nem az a feladatuk, hogy a körülményeket okolják, hogy külföldi forrásokhoz forduljanak, hanem az a feladatuk egy, egy a párt akkor jár el helyesen, hogyha a jobb ajánlatot próbál kínálni a választópolgároknak, mint a kormánypárt. Lejárt az időnk, de még gyorsan egy mondat. Mi az, ami hiányzik a baloldalról? Azt gondolom, hogy egy elképzelés arról, hogy milyen Magyarországot szeretnének, mert minden szempontból csak mintakövetést láthatunk náluk. Szikra leventek köszönöm szépen, hogy a vendégünk. Köszönöm volt. a meghívást.